Csernus Pál, Palkó, a Night Fever események szentségvendású szervező már itt is van velünk. Isten hozott, szervusz! Szia, köszönöm a meghívást! Hát mi nekünk volt szerencség egy iskolába járni, aztán a Regnum Christi mozgalmon belül különböző eseményeken egy helyen lenni. Mielőtt a Night Fever-ökre rátérünk, szerintem nagyon érdekes elmondani rólad, hogy te DJ-skedsz. Így van, DJ-skedek most már lassan 7 éve. Mindenféle rendezvényeken, tehát én alapvetően az éjszakában dolgozom. Ez egy nagyon érdekes kihívás egyébként keresztény fiatalként az, hogy egy ilyen helyen dolgozik, de én nagyon élvezem és nagyon szeretem. És jól tudom, akkor különböző esküvőkön is néha, ugye? Jól tudom? Így van, esküvőkön, klubokban, mindenfele, igazából az ország minden pontján meg szoktam jelenni. Igen, mert emlékszem, hogy akkor a mi iskolánkra, mi Szentgelérbe jártam, ugye akkor is téged kértünk fel, és hogy ez tök jó, hogy így családon belül marad. Így van, hát egy nagyon jó szalagolható afterpartit volt, ahol én játszottam nektek. Igen, nagyon, nagyon örültünk neki. És talán azért is hoztam föl, mert hogy egy tökéletes példája vagy talán annak, hogy amikor van valamiben tehetségünk, akkor azt oké, nyilvánvalóan ez egy munka számodra, de ugyanakkor a szabadidődben te ezeket a Night Fever-eket, pont hogy a technikai részét, pont a hangosítás, stb. Ezeket csinálod te is. Így van, így van. Hát a Night Fever az elég sok szegmensből áll. Én a technikai részét szoktam vinni, illetve a csapatot én szoktam összefogni az, hogy minden egyes rendezvény meg tudjon valósulni, illetve az online kommunikációját még én tervezem meg a Night Fevernek. Igen, jól emlékszem, akkor 2000, pontosan most olvastam a napokban, hogy 2005 a kölni ifjúsági világtalálkozóból született ki még Németországban. És akkor Magyarországra azonnal a Regnum Christi mozgalom hozta be. Így van, 2005-ben a kölni világi ifjúsági találkozó igazából két fiatalt inspirált. És ők elkezdték szervezni, és ezt ők egyből úgy kezdték el szervezni, hogy ez egy ne csak Németországon belül maradjon meg, hanem ez világszintre jusson el. És hozzánk 2015-ben jutott el, a Regnum Christin keresztül jött két megszentelt életű lány, akik Németországban ilyenen többször részt vettek, és ők elhozták ezt, hogy elmondták nekünk, hogy mi ez valójában, és akkor közösen megszerveztünk először pár ilyen alkalmat, és láttuk ennek a sikerét, ők már nincsenek Magyarországon, de mi ezt így tovább vittük, és most lesz majd 34. alkalommal. 34. alkalommal? Igen. De akkor ez hány, 2008-at említették? Nem, 2015-ben. Ja, 2015, bocsánat. 2015-ben volt először Magyarországon. Tehát 10 év után jutott el. Jelenleg 20 országban van a világon Night Fever, tehát ez egy hatalmas ilyen világméretű összefogás, és gyakorlatilag mindenhol ugyanaz a célja, az, hogy az utcaemberét megszólítani. Megszólítani és bevinni. Így van, bevinni a templomba. Ugye a Night Fever szó ugye éjszakai láz jelent, tehát hogyha valaki ezt meghallja, akkor lehet, hogy valami azt hiszi, hogy fú, hát ez valamilyen nagyon rossz parti, igen. De nem erről van szó. Nem erről van szó. Egyébként ezt megkaptuk máshonnan, hogy lehet, hogy nevet kéne változtatnunk, de hát mondtuk, hogy mi egy nemzetközi szerveződésnek vagyunk a részét, tehát nem változtathatjuk meg, illetve szerintem találó a név, mert ez tényleg az esti órákról szól. Rengeteg hívő barátom jön el az eseményre, és ők pont buli előtt jönnek el. Tehát, hogy ez nekik egy lelki feltöltődés, és utána lehet, hogy elmennek bulizni, de ez egy opció. Az, hogy ne csak tényleg a buli és a hétvége induljon el, hanem egy ilyen elcsendesedés pont a hétvége előtt, és ezt nagyon sokan kihasználják. És ugye, ez egyenlőre csak még a Váci utcai Szent Mihály templomban van, tehát igen. 2015 óta folyamatosan ott. Igen. Volt már, hogy terveztetek azt, hogy akkor egy másik helyre is átszervezik? Volt máshol is. Nagyon nehéz sajnos, mert az emberek hol vannak, pont a Váci utcában, tehát a sétáló utcáknak, és nagyon nehéz ezekről a helyszínekről kilépni, mert mi az utca emberét szeretnénk megszólítani, amellett akik eljönnek. És hogyha egy nem frekventált helyen van maga az alkalom, akkor nem tudjuk sajnos megvalósítani a missziónak a célját, ami az, hogy behozzuk az utca emberét. Igen. Ugye itt egy zenés szentségvállásról beszélünk, ami egy szentmisével kezdődik.
esetleg azt így elmondani, hogy mi, tehát az, hogy oké, igen, valaki, vannak önkéntesek, akik ugye megszólítják az utcaemberét, ugye ez fiatalok szólítanak meg fiatalokat, illetve nem fiatalokat se, azokat, akik lehet, hogy már 20-30 éve, lehet, hogy csak évente egyszer karácsonykor mennek el templomba, és hogy behívják erre a szentségmondásra. Tehát azért több dolog is van közben egy templomban. Igen, igen, tehát alapvetően mindig egy szentmisével kezdődik, és utána kezdődik egy 3 órás szentségimádás, ami általában este 11-ig tart, hogyha véletlen nagyon sokan lennénk, akkor lehet, hogy egy picivel tovább is tudjuk tartani, de általában este 11 óráig szokott tartani. És meginvitáljuk az embereket egy gyertyával a kezünkbe az utcán. Jöjjenek be és gyújtsák meg a gyertyát. Nem szeretnénk tőlük semmit se kérni, csak az, hogy jöjjenek be, gyújtsák meg a gyertyát. És maga az, hogy ezt a tettet így megteszik, ez már őket bevonja. És hogyha belépnek a templomba, előre kell sétálni az oltári szentség elé, ott letérdelnek egyből, hogy meg tudják gyújtani a gyertyát, és akkor ott el tudnak csendesedni, imádkozni. Hogyha szeretnének, tudnak húzni ige idézetet, ige helyet. Ez 2 nyelven van, tehát rengeteg turista van ugye a Váci utcában, tehát angolul és magyarul is elérhetőek ezek, illetve tudnak írni ima szándékokat. Egyébként a kármelita nővérek imádkoznak ezekért a szándékokért, tehát ezt mindig eljutatjuk jó helyre, hogy valóban legyen ennek egy kísérése ezeknek az ima szándékoknak, amit ott kézzel megírnak a résztvevők. Illetve lehet beszélgetést is kérni, illetve Szent Jónást papokkal. Hát ez mindig hatalmas sorok kígyóznak, tehát általában a vége után még egy órával még tartanak a szentgyónások és beszélgetések, mert akkor a igény van az emberekben erre. Ja, Szabó Molnár Bálint, hogyha többször is szokott nálunk bent lenni, biztos, hogy ott a kígyózó sorok sokáig kell. Így van, hát utána mindig Bálint atyával beszélünk, és így úgy jön ki a gyontató fülkéből, hogy egyszerűen iszonyatosan elfáradt és iszonyatosan feltöltődött, hogy milyen tényleg élményekben van része papként is ezekben a beszélgetésekben, hihetetlen. Annyi pedig mondjunk el itt zárásképpen a nézőnek, hogy beszéltünk erről, de mikor van a következő, de mikor lesznek a különböző így időpontok? Van. Október 15-én lesz majd a következő alkalmunk, és illetve még december folyamán lesz egy másik alkalmunk, ezt a Facebookon majd mindenki meg tudja tekinteni. Tehát akkor Night Fever Budapest, vagy hogyha valami igen, így beírja. Night Fever Budapest néven megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, ott lehet küldeni nekünk üzenetet, hogyha bármi kérdés vagy kérés van az eseménnyel kapcsolatban. Illetve amit még szeretnék elmondani, ami nagyon fontos számunkra, az, hogy ez nem kifejezetten egy közösséghez csatlakozik ez a Night Fever kezdeményezés. Nekünk nagyon fontos az, hogy ez egy kicsit a közösségeket is összehozza. És ezért, hogy ez meg tudjon valósulni, rengeteg közösségnek a zenészeit szólítjuk meg, és hívjuk el, hogy játszanak a mi eseményeinkkel. Az elmúlt években 15 közösségnek az együttesei játszottak nálunk, azért, hogy ez meg tudjon valóban valósulni, és össze tudjanak jönni a közösségek. Ez egy találkozópont is lehet egyébként a már hívőknek. Nem csak az utcáról betért keresőket szeretnénk megszólítani, hanem azokat is, akik már csatlakoznak valamilyen formában az egyházhoz, és őket is egybe kovácsolni. Hát a nézőinket csak buzítani tudom, hogy erre az október 15-i Night Fever, akkor ha tudjanak, vagy menjenek el, vagy küldjenek el valakit. Így van. Mindenképpen legyenek. Pakku, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást.